Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és azokat is, akik esetleg a televíziónak a jóvoltából majd belehallgatnak az én előadásomba, amelynek fő címe, célja Udvardi György püspök úr által megadott témakör, az újra evangelizálás Magyarországon. Rögtön le kell szögezni egy alapvető fogalmat, hogy van misszió és van újra evangelizáció. A misszió az Jézus utolsó parancsából fakad, amikor azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, tanítsátok meg őket mindarra, amit tanítottam nektek, kereszteljétek meg őket. Ezt Jézus mondja, és itt a tanítványság a régi értelemben értendő, amit ma már mi nem nagyon ismerünk, hiszen a kötelező iskoláztatás idején, amikor nagyon sok oktatója, tanítója van egy gyereknek, és a nagy iskolákban, az osztálykönyvekben az is megtörténik, hogy a fényképe is ott van a gyereknek, mert annyi kapcsolata sincs a tanítónak a gyerekkel, hogy tudja a nevét. Ott az a fajta tanítványság, ami a régi időkben volt, hogy a mesterrel együtt élt, valaképpen átvette az életvitelét, az ma már szinte ismeretlen fogalom. Ez vonatkozott azokra, akik még nem ismerték az evangéliumot, és őket küldte Jézus, és ez egy olyan parancs, amit a világ végezeteig tennünk kell, hiszen mindig újra kell kezdeni, ahogy a nevelést is, tehát nem úgy van az, hogy most 2012-ben bevezetjük a hittart, vagy 2013-ban mindenki megismerkedik az alapfogalmakkal, és végeztünk. Hát hiszen jönnek újabb emberek, és ami miatt az újraevangelizálás szükségessé válik, az azért, mert közben mind ismeretekben, mind életvitelben az emberek lagymatagokká válnak. Hát ez magától értetődő ismeretekben. Gondoljunk arra, hogy amit az érettségikor tanultunk, és nem lett szakmánk az a terület, hát mit tudunk már belőle, ha nem mondjuk matematikusok lettünk, mire emlékszünk matematikából, és ezt lehetne folytatni. Tehát felejtünk. És az életvitelbe ott is. Hát gondoljunk csak arra, hogy elindulnak nagy hévvel a fiatal házasok, jó, mézes hetek, mi örökre együtt, boldog leszünk, eltelik egy-két év, kezdik unni egymást. És valahol föl kell frissíteni sok-sok emberi kapcsolatot is, mert az ember ilyen. És az újra evangelizálás ezért válik szükségessé a már meglévő egykori keresztény területeken. Tehát a misszió az alapvetően a nem hívő pogányok, így régen mondták, hogy ab gentes a népekhez mentek, az újraevangelizáció pedig fölfrissíti azokban a keresztény életformát, ahol már korábban erről volt szó, és volt ennek már előzménye. Hát most mi van, milyen helyzet van, ezt mindenki tudja, de én próbálom egy kicsikét így analizálni. Itt orvosok is vannak a társaságunkban, és azok tudják azt, hogy először föl kell állítani a diagnózist, az átvilágítást, hogy mégis mi van. Mert ha nem tudjuk, hogy mi a baj a betegnek, akkor terápiát, gyógyítást nem lehet végbe vinni. Hát mégis mi a mi helyzetünk? Ezt a szót mindenki, hogy most itt toválózni fogok ilyen idegen szavakkal, igyekszem majd lefordítani, de kikerülhetetlen, mert unos-untalan halljuk. Hát ott van a posztmodern kor. Hát mi ez a posztmodern kor? Ez annyit jelent, így mondják, hogy kihuntak a nagy ideológiák. Kihuntak a diktatórikus rendszerek, megszűntek. Ami volt, legyen jobboldali, baloldali diktatúra, nácizmus, bolsevizmus, ami egyébként Bibó szavával mondva egyenes következménye a francia forradalomnak. Ezt nem szokták mondani, de ezt gondolom Bibó azért szaktekintély e tekintetben írja, hogy mint egy szalag terméke lett a francia forradalomnak, a fölvilágosodásnak,
ez a két diktatúra. Na most ezek úgy, ahogy összeomlottak, és megmaradt egy puszta materializmus, egy kiábrándultság, aminek az élet formája abból áll, hogy először is az emberek a társadalmi kapcsolataikat teljesen föllazították és elszakították. Megszűnt a falunak a kohéziós ereje, hiszen tudjuk, hogy nem az a falu, ami mit tudom én 50-60 évvel ezelőtt volt, mert este mindenki beül a tévé elé, fiatalok a számítógép elé, vagy elmennek valahová, nincs már kapcsolatrendszer. A nagy panelházakban meg annyira nincs, hogy az se tudja, hogy ki lakik alatta, meg fölötte. Tehát a társadalmi kapcsolatok egyszerűen megszűntek. Talán még ugye az egyház vagy egy-egy olyan klubhelység, amelyik összehozza az embereket, de általában sehova se tartoznak az emberek. A magányos tömeg, mint ahogy mondták a szociológusok, hogy minél többen lettünk emberek, annál életidegenebbek lettünk egymás számára. Ez az első. Aztán jött a relativizmus, az annyit jelent, hogy itt semmi se biztos. Itt nem lehet tudni, hogy mi van, nincs, meg nem mondható meg, hogy mi az igazság. Mert neked is igazad van, neked is igazad van, elég belehallgatni a parlamenti közvetítésekbe, ez is mondja maga igazát, az is mondja. Na most, aki tájékozatlan, az egyszerűen ott áll társtalanul, meg tanástalanul, most mi az igazság? Ebben nőtek föl a gyerekeink. Emlékezzünk vissza, hogy ugye kettős nevelés, meg hasonló. Oda jutott a mai fiatalság, hogy nem tudja, hogy kinek higgyen, abszolút elbizonytalanod, eljár fölötte az idő, 30 éves, nem csak, hogy nem tudja elkötelezni magát, hogy most házasságot kössön, vagy ne kössön, de olyan megtörténik, hogy elvégzi az egyetemet, akkor rájön, mert ez nem nekem való. Akkor elmegy egy másikra. Ugye ez a kreditpont rendszer meg kiváltképp alkalmasát tette, hogy 10 évig is elcsellengjen. Valaki eltartották otthon, és nem tudta, hogy egyáltalán mit akar. Ez az élet relativizmusa. Tehát nem az, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez a kémiai folyamat hogy fog végződni, hanem az élet relativizmusa, viszonylagossága. Nem lehet semmit se tudni pontosan, hogy mi lesz, mit hoz a holnap. Aztán ezzel jött egy közöny. Ugye Albert Camusnak még egy regénye is van erre, hogy abszolút nem érdekel bennünket már sok minden, de ennek van ám egy lélektani oka. Hát örökké azzal bombáznak bennünket, hogy milyen rossz hír van a világban. Bekerül, reggel bekapcsolja az ember a televízió hírműsorát, volt már, mikor úgy kezdtem számolni, legalább 5 karambot, 5 gyilkosságot, mindent hoztak. Afganisztánba, itt, amihez semmi közünk nincsen. Isten nyugosztalja a szegény svájci gyerekeket, de ha nem mondták el 100-szor egyszer se, ugyanakkor azon a napon Afrikában lehet, hogy 40 ezer gyerek meghalt éhen. Vagy annak következtében. Na már most miután ez van, hogy mindig halljuk, bombáznak bennünket, egyszerűen közönyössé váltunk. Hát mindig ezt halljuk, mert mi csináljuk, hát nem tudunk segíteni rajta, se a természeten, se az embereken. Abszolút olyanokká váltunk, mint az a temetkezési vállalkozók, azt mondja, hát most ha én elkezdeném minden halottat síratni, akkor nem élnék meg. Tehát van benne egy ilyen kialakult közöny az élet nagy dolgai iránt. Na de hát azt mondják, hogy egyszer élünk, nem ám, hogy örök élet, egyszer élünk. Ebből jön, amit már az ókoriak mondtak, hogy carpe diem. A pillanatnak élj, mert nem tudod, hogy mit hoz a holnap. És ilyet lehet látni, ilyen dolgot rá van írva a jogkútra. Teljes öröm és semmi bűntudat. Ugye? Ráírják, ugye? És nézzük meg a reklámokat. Az mindezt hirdeti, hogy ebbe a pillanatban, mert a avodáskortól kezdve ezt kell fölvenned, a carpe diem. Ezt a pillanatot használd ki, mert nem tudod, hogy mi lesz. És akkor most, ha tartottál mondjuk Hambazószerdán valami kis csekély böjtöt, akkor másnap legyen torkos csütörtök. Mert egyszer élünk. Egyébként ilyen a keresztény hagyományban sose volt. Na most,
Jött a testkultusz. Hát az, nézzük meg a reklámokat. A testkultusz mindenfelé, ugye? És hát elsőlegesen az emberi szexualitás, a libidó van mindenütt kihangsúlyozva. Úgy elgondolkodtam, ugye elnéztem, hogy egy városon belül bizonyos női fejérneműket százszor kitesznek nagy plakáton. Szerencsétlen nőkkel, meg férfiakkal ezt meg is vethetik. Benne van a reklám ára ebbe. De a testkultusz, és ugyanakkor döbbenet, vele szemben egy borzasztó nagy életellenesség. Miért? Hát még mindig a mai Magyarországon még mindig 38 ezer abortusz van. Ha pedig visszagondolok az elmúlt 50-60 évre, akkor még 7 millió volt. Csak Magyarországon. Tehát egyrészt van egy ilyen, hogy mindent magunkért tegyünk meg, de ugyanakkor az élet urai vagyunk, és eljutunk oda, hogy Angliában orvosi szakfolyóiratban megjelenik, hogy a megszületett csecsemőt is, ha nem életképes vagy beteg, meg lehet ölni, mert majdnem olyan csak, mint a magzat. Ugye? Vagy, amikor azt mondják, hogy fehéregeret védeni kell, abból nem lehet kozmetikumot csinálni, de emberi embrióból lehet. Értjük ezt, ugye? Vagy amikor az állatoké többet megtesznek, mint az emberi. Egyrészt van egy óriási testkultusz, és vele kapcsolatosan még van egy nagyon nagy életellenesség. És akkor újfajta, amit azt mondottam, hogy bár megszakadtak a társadalmi kötelékek, de kialakultak, hogy így mondjam, ilyen cinkosságok, cimboraságok, a galéria fiataloknál, gyerünk-e bulizni, a lobby a gazdasági embereknél, nem barátság ez, hanem gazdasági összekapcsolódás. Ez megmaradt, ugye? Jókor kell lenni jó helyen. És ezeknek a kapcsolatrendszere, mert nem csak a 3x3-asoknak, meg a 3x2-eseknek van kapcsolatrendszere, hanem mai napig van is valószínűleg, hanem gazdasági ilyen-olyan lobby érdekek kötik össze az embereket, és nem az emberi szolidaritás, hanem a puszta materializmus. Aztán be kell látnunk azt, hogy a hagyományos pedagógia csődöt mondott. Hát hova? Gondoljunk bele, mi van az iskolában. Gyerekek egymást verik, a tanítót verik. Teljesen csődöt mondott a hagyományos pedagógia. És oda jutunk, hogy elvégzi a 8 osztályt, és nem tud olvasni. Aki régen 4 osztályt, nem is 6-ot, mondjuk az én öregapám, 4 osztályt végzett, és rendesen elvégezte, az tudott írni, olvasni, számolni. Ma funkcionális analfabéták vannak. Amerikában az egyetemistákat is kezdik tanítani, olvasni. És most már oda eljutottunk, hogy fölnőtt generáció könyvet nem vett a kezébe, és nem olvasott. Ha még olvasott, akkor esetleg a Harry Pottert olvasta. Ez most neki az a mélység és filozófiai mű, ahová el tudott jutni, és mondják a tanítók, hogy a János mit nézzen meg a tornival, ki lehetne zavarni az iskolában a gyerekeket, mert roppant unalmas számukra, hiszen ott a cselekmény nem olyan gyors, mint az akciófilmekben, és ezek a nyelvi cizellálások azért abszolút nem érdekli őket, meg talán nem is érti. Na, csődöt mondott, aztán ilyen paktumok vannak, nem csak politikai szinten, hanem emberi kapcsolatokban is, ez a lobbynak a következménye, amiben a fő motívum, hogy érzem. Figyeljük meg a parlamenti közvetítéseket. Én úgy érzem. Abban nem lehet belekötni. Mert ha én azt mondom, hogy ez így van, akkor az emberek neki támadnak. De úgy érzem, hát ebben nem lehet, mert ma így érzem, holnap úgy érzem. Egyébként ezért várnak labilissal kapcsolatok is. Mert hát ki tudja azt, hogyha valaki megházasodik, hogy 10 év múlva úgy érzi-e, hogy ő neki abban meg kell maradni. Ezért az Anya Szent Egyház bölcse nem azt kérdezi olyankor, se a házasságkötéskor, se a papszenteléskor, hogy úgy érzed-e, hanem akarod-e. Mert az, ugye a hűség akkor kezdődik, mikor az embernek már nincs kedve hozzá.
ugye, az úgy érzemre épül ez a világ. És ez nagyon fontos, az élni. A vallásban is. Az, hogy ő szorgosan, hogy ott legyen, kitartson, nem. Egy olyan hangulat kell neki, ahol úgy eltölti valami jó érzést, talán egy éjféli misén esetleg, vagy a szigetén, ha van valami, az érzelem. Ez motiválja nagyon sok embert, ami a leglabilisabb tulajdonságunk az érzelemre való építés. Aztán valamiképpen a privát közéleti szféra teljesen összekapcsolódott. Hát most azt hiszem mindegyik zsebében ott van a mobil, és azt mondják a hozzáértők, hogy hiába kapcsolom én ki, ha akarják, még ezt is hallgathatják. És az, hogy ugye mikor én máshoz bementem, akkor bekopogtam, vagy ha olyan volt, akkor írtam levelet, hogy fogadná, vagy olyan valaki volt, mert mondjuk nem baráti kapcsolatban. De most még csörren a telefon, föl kell vennem. Ebédelek, föl kell vennem. A privát és a magán szféra teljesen összekavarodott, és ugye a Orwellnek a világa beteljesedett, hogy mindent tudnak rólunk, ha akarnak. Be vagyunk örökké kamerázva, mindent láthatnak, minden ügyünket, mindent tudhatják. Tehát valójában már nincs is privát magánélete az embereknek, mert minden a nagy nyilvánosság elé tartozik már, és a bulvárlapok meg erre mennek rá, hogy kinek milyen ilyen-olyan magánélete van. Aztán van egy óriási nagy kevert fölfogása a világnak, a szinkretizmus. Ugye a kommunizmus összeomlásával a nagy hivatalos ideológiait összedőlt, vagy nyugaton esetleg a nácizmussal. És lett egy nagy ideológiai vákum, egy nagy tájékozatlanság, és abba bejött minden. Most olyan lett az embereknek a világnézete, mint egy svéd asztali, mindenféle föltállalás, hogy neki kell egy kis buddhizmus, egy kis iszlám, egy kis kereszténység, egy kis ezoterika, egy kis ez is, az is, amaz is. Ilyen szinkretista világkép. És ebből jön aztán az, hogy én magam módján vallásos vagyok. Ugye? Nem nagyon bigott, hülye módon, hogy előírják. Nem, magam módján. De ez a magam módján, ez semmire se kötelez bennünket. Mert hát magam módján. Hát most ebben mit lehet mondani? Magam módján. De nekünk el kell köteleződni keresztényeknek. Ha én magam módján hirdetném az evangéliumot, akkor eltérnék az Úr Jézus szavától. És aztán, ami még egy döbbenet, hogy a nagy fölvilágosodás után olyan babonás és mágikus lett az emberiség, mint soha előtte. Hát nézzük meg, minden ilyen bulvárfolyóirat horoszkóppal van tele. Vannak olyan tévéműsorok, azt mondja, ha magán most rajtam van az ártó szellem, akkor telefonáljon be, én leveszem magáról, meg ilyen. Hát ilyen van. És egy ilyen, és akkor ha valami sikerül neki, jó időben mondjam, lekopogja. Van olyan szálloda, nincs benne 13-as emelet. Tudom, én is voltam ilyenben, hogy kerestük a 13-as, nincs, 12, még 14 van, mert a szerencsétlen. Meg sok ilyen hülyeség, ilyen mágikus dolgok vannak, ami az embereknek ezt az egyébként is kusza világnézetét még kuszábbá teszi. Hát ez a posztmodern, és ahogy mondottam volt, ennek hosszú előfutama van, mert sosem mondtuk azt, hogy itt minden jó volt ebben a világban. Az eredeti bűn óta nem volt semmi se tökéletes. Az emberek értelme a jóra elhomályosult, és ugyanakkor akarata rosszhajlóvá lett. Ezt nem kell bizonyítani. Mert ez így van. A gyerek egy pillanat alatt megtanulja a trágár szavakat, de a szép, választékos kifejezéseket 500-szor el kell neki mondani. Az értelme a jóra elhomályosult. És a rosszra, ugye gyerekeknek szoktam mondani, hogy ha te bemész egy szobába és látod, hogy csomó pénz van ott, eszedbe jutott, te már tesző hozzá, hogy még több legyen. Elébe kinevet. Az eszedbe jutott, hogy elvesző belőle, az már eszembe jutott. Ugye, tehát az akaratunk rosszra hajlóvá lett. És ez így van. Ugye? És ezt mindenki tapasztalja. Eredeti bűn óta. És ezzel az Úr Jézus is számolt, beszélt a konkolyról, meg hasonlókról. És az egyház óriási dilemmája,
A konstantini fordulat óta, az jövőre lesz, 1700 éve, amikor Nagy Konstantin államvallássá tette először ugye kiváltságos helyzetben helyezte a kereszténységet, utána államvallássá, de ezzel együtt jött a fölhígulás, mert mindenki keresztény lett, meg a bejövő népeket úgy hívhat megkeresztelték. Ez egy örök dilemma volt, hogy hogy lehetne a minőséget, mondjuk az az őskereszténykor, hát az sem volt azért büntelen, de azért viszonylag az egy jó minőség volt, a minőséget és a mennyiséget egyszerre növelni. Mert ha a mennyiséget növeljük, akkor nem biztos, hogy a minőség növelődik általa. Viszont az is igaz, hogy még senki nem találta ki azt, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a világot, hogy ne legyen valami intézményesítve. Hogy eljusson az emberekhez, mondjuk az alapvető etikai elvek. Mert hogyha rá van bízva csak az emberek szabad akaratára, hát nyilván, hogy a matematika klubban mindig kevesebben lesznek, mint mondjuk a kocsmában. Ugye? Tehát oda szívesebben mennek az emberek. Tehát valamiképpen a jóra is kötelezni kell az embereket. Kötelezni. Na most ez egy nagy probléma. Hogy lehet a minőséget és a mennyiséget egyszerre növelni. Ez mindig így volt. De ahogy mondtam, az újkor hozta először azt a át nem gondolt konfrontációt a hit és a tudásnak az ellentétét, holott a hitnek az ellentéte a hitetlenség, a tudásnak a tudatlanság, és nem a hit és a tudás. De lényeg az, hogy ez elindult az újkorba, aztán jöttek ezek a nagy forradalmak, aminek mondtam, hogy egyik oldalon a náci, másik oldalon meg a bolsevista diktatúra lett a következménye. És most ott állunk egy ilyen kiégett formába, durva materializmussal, amikor az emberek többsége úgy él, mintha Isten nem lenne. Márpedig, ha nincs Isten, mondja Dosztojevszki, akkor mindent szabad. Tehát először volt egy hitválság. Az európai embereknek jó része elveszítette a komoly hitét, ami életformát jelentett számára. Elveszítette, jött vele az erkölcsi válság. Mert akkor, hát nincs hit, nincs valamihez igazodási pontunk, jött az erkölcsi válság. Az erkölcsi válságot követte az értékválság, amikor, hát csak gondoljunk arra, hogy nem azonos módon értékelnek dolgokat, hogy esetleg van olyan nagy-nagy bankár, aki lehet, hogy egy nap többet keres, mint egy ápolónő egész éve. Pedig, ha értékeket nézünk, ugye, az értékek válsága. Nincs helyesen fajsúlyozva az érték és a munka. Hát az értékválságot követte ebből adódóan a gazdasági válság. A gazdasági válságot még sok esetben a gazdasági csőd. Tehát itt egy ilyen nagy ívet fut végig a mai kor állapotáig a hitnek az elvesztése. Tehát az nem úgy van, hogy az közömbös számunkra, mert a mai ember nem csak az Istenbe vetett hitét, hanem a jóságba vetett hitét is elveszítette. Hogy nem érdemes jónak lenni, nem kifizetődő. Tehát ugye a hitnek van egy földi és van egy transzcendens vonatkozása. Hogy a földi reménynek van egy természet fölötti transzcendens vonatkozása, de ezek nagyon összefüggnek. Mert akinek természet fölötti reménye van, az ezt a világot is úgy próbálja megélni, hogy ennek az életnek is adjon reményt. És ebből adódik az, hogyha nincs örök életbe vetett reményem, akkor ugye nagy főkérdésként marad az egzisztencialistáknak a szavával, hogy az ember öngyilkos legyen-e vagy sem. Főként akkor mondjuk, mikor már nagy beteg. Hogy mi értelme van annak, hogy én nagy betegen is hát még tartom magam. Ugye Babics mondta annak idején, ha nem lennék hívő katolikus, én öngyilkos lennék, mert annyi szenvedése volt a torokrák miatt. Ha nem lennék hívő katolikus, öngyilkos lennék, mondta Babics. Na most, annak az embernek, akinek nincs Istenbe vetett hite, e világi hite is meggyengül. Tehát ez a diagnózis. Aztán még aztán lehetne tovább fokozni,
Tehát nem maradhatunk mi azért tétlen, mert hát valamit kell érte tennünk. Mi az, amit mi tehetünk? Ebben a világban, amelyikben élünk. Hát először is úgy, mint egy ház, úgy is kell valamit tennünk, aztán úgy is kell tennünk, hogy benne mi az egyház tagjai vagyunk.